Kihelyezett tagozatot működtet szeptembertől a Magyar Táncművészeti Főiskola a Nyíregyházi Egyetemen. A januártól átalakult intézmény az egyetemmé válással magasabb hallgatói létszámot szeretne elérni, de a tervek között szerepel a minőségi oktatás biztosítása és a kutatási szolgáltatások megerősítése a régió igényeihez igazítva. A Nyíregyházi Főiskola 2016. január 1-ével alkalmazott tudományok egyetemévé alakult. A megújult felsőoktatási intézmény magasabb hallgatói létszámot szeretne elérni, de a tervek között szerepel a minőségi oktatás biztosítása és a régió igényeihez igazított kutatási szolgáltatások megerősítése is. Onder Csaba, az egyetem rektora korábban arról számolt be televíziónknak, hogy elkészültek az intézmény fejlesztési tervekkel, amiben 2020-ig határozták meg a főbb stratégiákat, valamint elmondta, hogy szeptembertől a Nyíregyházi Egyetemen kihelyezett tagozatot működtet a Magyar Táncművészeti Főiskola. A beiskolázási kampány jelenleg is tart, február 15-ig jelentkezhetnek az érettségizett tanulók a Magyar Felsőoktatás Intézményeibe. A Nyíregyházi Egyetem a honlapján tette közzé, hogy a 2016-2017-es tanévre vonatkozó felvehető kapacitás száma 3211 fő. A január 30-án megtartott első oklevél átadó ünnepi szenátusi ülésen a 320 záróvizsgázott hallgatóból 145-en vehették át oklevelüket. Vendégünk a stúdióban dr. Kerülő Judit, oktatási rektorhelyettes. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Hát nagyon szokjuk még ezt az új kifejezést, hogy Nyíregyházi Egyetem, annyira belénk ivódott a főiskola, de azt gondolom, hogy nagyon sokat tennivaló, hogy ne csak nevében legyen egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, és ezeket célokként meg is fogalmazták. Mik a teendők? Elkészült ugye az új intézményfejlesztési terv. Mik ennek a sarokkövei? Valóban minden magyar felsőoktatási intézménynek el kellett készítenie az intézményfejlesztési tervet, ami az elkövetkezendő 5 évre határozza meg az intézmény jövőjét. Mi magunk is azon gondolkodtunk, illetve úgy próbáltuk összeállítani, hogy egyrészt egy helyzetelemzéssel megnézzük, hogy mik azok a tendenciák, amelyek jellemezték idáig a korábbi nyíregyházi főiskola életét, mind lehetne változtatni. Ez volt az első, tehát egy alapos helyzetfelmérés, helyzetelemzés történt, majd ezt követően 3 nagy területre próbáltunk koncentrálni. Az első a szakkínálat, tehát olyan szakokat kínáljon az egyetem, amelyre egyrészt a munkaerőpiac is vevő, másrészt pedig valóban igazolja a megyének azokat a prioritásait, amelyet a megye, illetve hát a régió a különböző fejlesztési terveiben megfogalmazott. Azt gondolom az, hogy az alkalmazott tudományok egyetemévé vált a Nyíregyházi Főiskola, éppen hogy nagyon szerves részévé kell, hogy váljon a megye gazdasági életének. Valóban még nagyon idegen ez az elnevezés, hogy alkalmazott tudományok egyeteme, hiszen azt szoktuk meg, hogy tudományegyetem. Az alkalmazott jelző éppen azt sugallja, hogy a gyakorlati életben használható tudásra koncentráljon maga az intézmény. Ehhez valóban szükségünk van, hogy alkalmazkodjunk a térség, a régió, a megye, a város munkaerő igényére. Gondolom, hogy ez a szakok megválasztásában is szerepet játszik ez a szempont. Így igaz, vannak prioritások. Az egyik prioritás, hát ez már a tradíciónkból is következik, a pedagógus képzés. Azt néztük meg, hogy országosan a tanárok életkora erősen magas, tehát azt lehet mondani, hogy a jelenleg a pedagógusként dolgozó tanárok közel 2/3 bizony 45 éven felüli. Ez azt jelenti, hogy 8-10 év múlva nagyon jelentős pedagógus hiányra kell számolni, tehát ezért kiemelt képzési terület a tanítóképzés, a tanárképzés, szeretnénk az óvodapedagógus képzést is az intézményükben megvalósítani, és persze vannak távlati célok is, ami elsősorban a gyógypedagógus képzésről szól, de ezek még pillanatnyilag csak távlati célokként jelennek meg. Tehát az egyik a pedagógus képzés, a másik a mérnök képzés. Nagyon nagy szükség van mérnökre, és hát itt is nagyon jelentős hagyományai vannak az intézményünknek, mezőgazdasági, közlekedési, repülőmérnök képzés, ugye ez mindig egy ilyen kuriózum volt a nyíregyházi képzésben.
És hát természetesen megjelennek még olyan területek is, mint a gazdálkodási menedzsment terület, és hát hagyd dicsekedjek, most nagyon aktuális, hiszen megjelent a felvételi pótkötetében, hogy ismét lehet jelentkezni kommunikáció és médiatudomány alapszakra, mi erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen nagyon jó színvonalú képzéseink voltak ezen a területen is. És hát egy új szak is beindul a Táncművészeti Főiskolával az együttműködés eredményeként. Így igaz. Február 12-én ünnepélyes keretek között fogják aláírni, fogja aláírni a két intézmény rektora azt a megállapodást, amely reméljük, hogy egy hosszú távú megállapodás lesz. Egyelőre néptánc pedagógusokat fogunk képezni itt Nyíregyházán, és hát reméljük, hogy a későbbiek során bővül majd ez a képzési kínálat is. Ez most különösen aktuális, hiszen február 15-ig kell beadni a jelentkezést azoknak, akik idén érettségiznek, vagy korábban már érettségiztek, és a szeptemberben induló képzésekre szeretnének jelentkezni. Valóban ez egy olyan dátum, amelyet nagyon meg kell jegyezni, mert február 16-án már nem lehet. Tehát ez az a dátum, ami azt mondja, hogy aki február 15-ig évfélig elküldi, mert ugye most már online formában kell kitölteni ezeket a jelentkezési lapokat, azok indulhatnak a szeptemberi képzésben, és hát természetesen van mindig egy pótfelvételi időszak is, de a pótfelvételi időszaknál már csak költségtérítéses képzéseket lehet hirdetni, tehát az állami finanszírozású képzések, ezek február 15-ig beadandó jelentkezések alapján indulhatnak. Hány helyre, hány meghirdetett szakra és hány helyre lehet jelentkezni most? Hú, ez most nagyon nehéz kérdés. Hallottuk, hogy 3200 az optimális, jó lenne. Nagyon jó lenne, hogyha 3200 hallgatóval indulhatnánk. Ennyi a maximálisan felvehető hallgatói létszám. Tényleg azt mondom, hogy nagyon bő a kínálat, ami most az intézményünkben van, hiszen lehet jelentkezni felsőoktatási szakképzésre. Ide elsősorban azokat várjuk, akik korábban el akarnak helyezkedni, tehát nem akar 3 vagy 6 fél évet, vagy annál hosszabb idejű képzésben részt venni, vagy nincs meg az a 280 pontos minimum pontszám, amivel el tud kezdeni. Vannak alapképzéseink, vannak mesterképzéseink, vannak tanári képzések, osztatlan tanári képzések, és szakirányú továbbképzések. Nagyon széles a kínálat. Én tényleg azt tudom mondani, hogy érdemes egyrészt a felvi.hu-n tájékozódni, másrészt az intézményi honlapon. Én nem hiszem, hogy ha valaki megnézi ezt a kínálatot, akkor valóban egészségügyi képzésünk nincs, de minden más tudományterületen indítunk képzést. Két fontos célt tűzött ki a Nyíregyházi Egyetem, az egyik a hallgatói létszám növelése, a másik pedig a minőségi oktatás, tehát az oktatás színvonalának az egyetemi szintűvé történő emelése. Hogyan próbálja ezeket a célokat megvalósítani az egyetem? Igen, próbáltam, elkezdtem, hogy az intézményfejlesztési tervünknek 3 kiemelt területe van. Az egyik valóban a képzési kínálat. A másik pedig a tudományos kutatások minőségének a javítása. Ez az egyetemi válásnak egy nagyon fontos kritériuma. Tehát olyan tudományos kutatói háttér, tudományos alkotóműhelyek kialakítása, és ezek azt kell mondanom, hogy megvoltak már az intézményben, de talán egy átfogó stratégia mentén való átalakítása fontos. Itt a különböző más felsőoktatási intézményekkel, határon túli felsőoktatási intézményekkel való tudományos kapcsolatok megerősítése, és a harmadik, ami nagyon fontos, ez az idegen nyelvű képzés, ezen belül elsősorban a szakmai idegen nyelvű képzés. Ez egyébként fontos kritérium az alkalmazott tudomány egyetemekkel szemben. Ahhoz viszonyítva, hogy a Nyíregyházi mostanáig főiskola jelentkezői között nagy számban olyanok jelentkeztek, akik nem rendelkeztek még nyelvvizsgával, sőt, nagyon sokan épp azért nem tudják a diplomát átvenni, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk. Ez elég távoli célnak tűnik. Milyen fokozatokban próbálják ezt elérni? És nyilván az egyik cél éppen az, hogy olyan hallgatók kerüljenek be a Nyíregyházi Egyetemre, akik felkészültebbek talán, vagy magasabb pontszámokkal kerülnek be. Valóban idáig nem volt jelentkezés feltétele a nyelvvizsga, ugye ez 2020-tól megváltozik. Felsőoktatási intézménybe 2020-ban már csak azok adhatnak bejelentkezést, aki
nyelvvizsgával, középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Ez bízunk benne, hogy ez a középiskolai nyelvoktatásnak is egy jelentős lendületet ad majd, hiszen sokkal motiváltabbakká válnak a diákok, hogy már a középiskolában megszerezzék a nyelvvizsgát. Valóban a felsőoktatási intézmények nem a nyelvtanulásra, nyelvtanításra fókuszáltak, hanem a szakmai nyelvtanításra. Vannak olyan szakok, itt az idegen nyelvi szakok, és nálunk ugye nemzetközi tanulmányok voltak, ahol valóban magas szintű nyelvtudást vártunk el a jelentkezőktől, de a többi szakon elvétve volt arra lehetőségünk, hogy szakmai tantárgyakat idegen nyelven tanítsunk. Ezzel a kivétel a repülőmérnök képzés, mert ott meg megint nagyon magas szintű angol nyelvű képzés folyt, illetve folyik is. Valóban az első feltétele az, hogy a jelentkezők idegen nyelvi tudását magasabb szintre hozzuk. De ezek szerint ez 2020-ban mindenképpen meg fog történni. 2020 az egy más jelent, tehát valóban most jelenleg nagyon komoly felkészítés, szakmai idegen nyelvi felkészítés folyik. Van olyan egyrészt humán erőforrás lehetőségünk, és megvan az infrastruktúrális lehetőségünk is arra, hogy nyelvoktatásban részt vegyenek a hallgatók. Ezek még úgynevezett szabadon választott tantárgyak, de miután a hallgatók azt a munkaerőpiacon látják, és erre lesz jó majd a duális képzés, hogy a saját bőrükön az első pillanattól érezzék, hogy a nyelv milyen fontos tényező. Én biztos vagyok benne, hogy egyre motiváltabbak lesznek az idegen nyelv tanulásnál. Kerül Judit, köszönjük, hogy befáradt a stúdió, és biztos vagyok benne, hogy beszámolunk majd arról, hogy hogyan alakulnak a felvételi számok a Nyíregyházi Egyetemen. Köszönöm szépen a lehetőséget.